Szervusztok, gyerekek! Mai napon ismét egy újabb trükköt próbálok meg, újabb tájakat fogok Budán bejárni, mégpedig az egyes vonalán végigmegyek egészen a Vörösvári-Bécsi úti végállomásig, onnan a Bécsi úton fogok menni a Török utcáig, ki a Margit körútra, Moszkva tér, és onnan pedig vissza a Jászaira. Ez a terv, oda is van papírom, de még sose jártam. Hát meglátjuk, örömmel várom a felfedezés élményét. Figyeljük meg a jelzéseket, itt a stadionnál a váltójelző és a váltó egyenes állásán fogunk tovább haladni egész a Bécsi úti végállomásig. Egressi út következik. Tököli út következik. Időközben kiderült, hogy az egyik kiálló KCV-nek szedőtörése van az Oktogonnál. Előbb volt hívásom, engem akartak visszafordítani, hogy majd összecsatolunk. Hát elég csúnya lett volna, hogyha én innen a Kacsó felüljárótól megfordulnék, és a szokott kiállási útvonalon mennék az Oktogonra. Hát elég szépen állna ott a forgalom. De aztán kiderült, hogy a mögötte lévő másik kiállót is visszafordították, és az a Puskás stadionnál van, úgyhogy ő lesz a szerencsés. Hát neki se 2 perc lesz, mire odaér, főleg, hogy nem tudom, nincs köztük körút, vagy hogy oldják ezt meg. Időközben megint annyi idő eltelt, hogy már is a Lehel út következik. Már is itt vagyok a Flórián téren. Most keresett a Bécsi út rádión, mondta, hogy az F-jelzőig fölengednek, mert valaki van a dozátoron, tehát kiskörön fogok innen áthaladni a végállomáson. Hát ezek szerint ez az F-jelző, mert itt kaptam tilos jelzést. Végül is hívójelzéssel beengedtek ide a kereszteződésig, most megyek rá a dozátor vágányra, és akkor majd a főjelző meg a holdfényjelző együttes szabad jelzésére fogunk tovább haladni a Bécsi útra. Akkor ez már itt a Bécsi út. Gyönyörűen itt is ugye följelzőre és holdfényjelzőre együttesen közlekedünk, és akkor szerintem a nehezén túl is vagyunk. Még itt egy állójárművet megtisztelünk, és akkor Török utcáig már semmi probléma nem lehet. Most hagytuk el a Kisceli utcát, nem sokára közeledik az Óbudai Egyetem, ahol annak idején a fiatalok sokat szöcskéztek a régi KCV-ken. Íme itt is van, jobbkéz felől. Meg is érkeztünk a Nagyszombat utcai megállóba, ami most Kapinyi Mártírok vagy Bécsi útnak ez a szűkös része, igen hangulatos. Hogy lássunk egy kis idegen tájat is. Érkezünk a Kolozsi téri megálló helyre, 22-32-es PET palack érkezik szemből.
és pont megkaptuk a szabadjelzést. Előttünk van egy forgalmi kocsi, egyébként 17-es Tátra, Iker Tátra, úgyhogy szépen haladunk a nyomában. Elindultunk innen a Zsigmond tértől. Ügyesen kihagyjuk a megállót, innentől nincs sebességkorlátozás, és a Frankelleo úton folytatjuk egyenesen az utunkat. Balra az az íves tetejű épület, a Komjádi Béla uszoda. Aztán megint van egy 30-as kresztábla. Íme itt egy visszafogási lehetőség, nem tudom, hogy erre felé hogy hívják. Mi a hivatalos neve? Minden esetre fejünk fölött van a szánszerkezet. Ezzel tudjuk most a váltót kitérőbe átállítani, hogy a Török utcába jobbra be tudjunk fordulni, és akkor ezt a következő szabadjelzésre majd meg is tesszük. Látható, hogy szépen simul a váltó csúcsa a bal oldalon, és jobb oldalon pedig elegendő hely áll rendelkezésre a nyomkarima számára, tehát semmi akadálya nincsen a ráhaladásnak. Már meg is kaptuk a szabadjelzésünket. Szépen a váltóra engedélyezett sebességgel döcögünk tovább, és szépen haladunk végig a Lenini úton. Ez egy furcsa szakaszszigetelő volt itt fönn. Nem tudtam megállapítani, hogy milyen fajta, minden esetre a holdfényjelző tilos, úgyhogy mindjárt meg fogunk állni előtte, és itt érdekesség, hogy a baloldali járdán van a megálló peronja. És akkor a 20.01-es az még elénk kanyarodik, és mi is megyünk majd a következő jelzésre a nyomában. Nem kellett sokat várni. Gyakorlatilag már is kint vagyunk a körúton. Ez a Margit körút. Nem adok nagy menetáramot, hogy tudjon a kolléga sprintelni előttem. Ne vegyem el tőle az értető energiát. És már látom is, hogy a Horváth utcánál tilt le a holdfényjelző, tehát itt gyönyörű szépen az árnyékban meg is állunk, mert egyébként közel 60 fok van itt a vezető fülkében. Ide értem a Moszkva térre, ami még különleges, hogy ma a 17-es oldalban fogok vissza, tehát nem megyek be a körúti megállóba, hogy ne tartsam föl őket, és már is irány vissza, mert még mindig áll az oktogonon a forgalom, tehát valószínű be fogom férni. Hajászaim! Visszafogás megtörtént. Egy időközben számból érkező 17-es kollégina a PET palackjával előzékenyen maga elé engedett. Nézzétek, a nyomorultat itt forgolódik a Demszki zsömléken keresztül, ezzel az ottvar piros doblójával.
Margit híd, Budai híd föl. És akkor úgy néz ki, hogy most valószínűleg senki nincs előttünk. Vagy mégis. Megint félre beszélek, hát úgy néz ki, hogy lassú vagyok, vagy gyors vagyok. Mindegy, itt van előttünk a kombiné, úgyhogy ezt fogjuk majd megvárni, amíg szépen átszédeleg a Jászai Mari téri váltón, és utána fogunk majd engedélyt kérni a nyomógombbal a saját végállomásunkra történő behaladáshoz. Ugye itt már mondtam egy másik videóban, hogy 10-es korlátozás van a Margit szigeti ívre. Szépen át is döcögtünk rajta. És akkor ott látható a következő oszlop fölött az A betű. Mert mellette van egy honkontakt, azért itt kell megállni. És akkor várjuk, hogy a körút lehaladjon majd a váltóról. És akkor, ahogy ezt a szép pilonai kiállásnál mutattam, ebben a dobozban kérünk engedélyt, és állítunk váltót egyúttal. Na hát egy kicsit komplikálódik a helyzet, mert bár megindult a forgalom, de az oktogoni visszafogás le van tiltva. Erre azért van szükség, mert a körutasok időközben a Jászai meg a Moszkva tér közt csonkáztak, és jól összezilálták itt a Jászain a lámparendszert, tehát lehetetlenség szabadot kapni. Hát nem is tudom, mi lesz itt, lehet, hogy egész nap itt a körúton fogok karikázni. Az egysávosra redukálódott körúton elég nagy a péntek délutáni csúcsforgalom, és folyamatosan oda-visszamentők szaladgálnak a vágányokon. Tehát itt volt az esemény, szedőtörést valószínűleg még nem nézték át, hogy van-e valami komolyabb probléma itt, vagy pedig csak véletlen, addig pedig letiltották a visszafogást. Látjátok, rengeteg utas vár már a felmentő bambinókra, és én meg a Blahára megyek visszafogás céljából. Hová mész te, kis nyúlacska? Íme itt látható, ha elmegy a busz, ahogy éppen húzzák, vonják, tolják be a... Nem húzzák be az áramszedőtörött KCV-t a Népszínház utcába. Tehát gyakorlatilag most indul meg véglegesen a forgalom. Bambino már el is ment, és akkor következő jelzésre én is megkezdem a visszafogdorászást. Ott a tér utáni visszafogó váltón. Csücsök se kapott szabadot a Jászain, úgyhogy ő is jön a Blahára visszafogni. Úgyhogy itt döcögök a Margit híd irányába, két kombinó közé beékelődve. Hát ők is most nyilván teljesen össze-vissza vannak, mivel a két végén csonkáztak valószínűleg. Érkezés a nyugatihoz, itt is van egy toronydarú, tehát feltehetőleg valamit mókolnak rajta. Szépen.
szépen araszolunk a Jásza irányába, itt a Szent István körúton. És pillanatokon belül ki fog derülni, hogy az ebből az irányból be tudok állni a végállomásra. Már itt is vagyunk a saját vonalunkon. Blaha felől egyedikre sikerült bejönni, csak kézzel kellett a váltót állítani. De úgy néz ki most már minden egyenesben, egy forduló maradt ki. Kukra a második indulásomra értem be a végállomásra, és következő körben már is ebédidő. Imént jött az SMS, hogy járható a hosszú vágány, használható, tehát Csücsök is betalált a vonalra, szerencsésen, úgyhogy most már nincs más hátra, mint ezen a gyönyörű környéken ma is tovább dodzsemezni. Örülök, ha velem voltatok ebben a videóban, és aki még nem volt eddig, az iratkozzon föl, hogy további érdekes tartalmakról is értesítést kapjatok. Mindenkinek köszönöm a megtekintést, sziasztok!